Ha én rózsa volnék, nem csak egy szárnyék, minden évben négyszer. Életének 94. évében családja körében nemrég hunyt el Göncz Árpád, a rendszerváltás utáni Magyarország első államfője, első évtizedének egyik legfontosabb politikusa. Kiemelkedő életpályájáról sokan megemlékeztek. Először lesz látható az a gála, amelyet 2000 júniusában Kont Zsuzsa, Szegvári Katalin, Érdi Sándor, Faragó András és Vizinger István rendezett. Ezen az eseményen több ezer ember köszönte meg Göncz Árpád 10 éves munkáját. Neves művészek produkcióit ismert újságírók konferálják. Ebbe a különleges programba nyerhetnek bepillantást, ha velünk tartanak itt a Globo Televízión péntek este 8-kor.